Ворокування на руку меже. A Roma himnusz meghallgatásával kezdődött a Roma holokauszt áldozatainak megemlékezése. A Cigányvilág Szövetség kongresszusának határozata alapján augusztus 2-a a Parajmosz világnapja. 1944-ben ugyanis ezen az éjjelen több százezer román gyilkoltak meg az auschwitzi koncentrációs táborban. A zsidó holokauszt árnyékában a cigányok körében végrehajtott etnikai tisztogatás sokáig ismeretlen maradt a közvélemény előtt, és nem is kaptak a zsidókéval összemérhető kárpótlást az atrocitások után. Az egyenjogúságuk és társadalmi felzárkózásuk ma sem megfelelő mértékű, bár jó irányba halad. Most ott tartunk, hogy például a fejlődés útján ráléptünk az alsó fokra, és csak a létrán végig kell mennünk, hogy tudjunk tovább menni. Hát ezek a lépcsőfokok lényegében az, hogy a fejlődés útján, a pályázatok útján, munkaerőtlenítési programok miatt tudunk fejlődni, tudunk tovább lépni. Ez a tendencia nem csak országos szinten igaz, bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig hatványozottan nehéz a romák helyzete. A megemlékezés ezért nem csak nekik fontos, hanem a magyarságnak is. Számomra üdvözlöm, hogy nagyon fontos ez a mai nap, hisz az egész országban minden civil és önkormányzati szervezet megtartja ezt a megtiszteltetést az elesett, illetve meggyilkolt, meghurcolt cigányaink, gyerekek, felnőttek, nem kimérve, szó szerint meggyilkolták, talán a származásuk miatt is. A brutális események 46. évfordulójának alkalmából a nyíregyházi északi temetőben is koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak.